Erőt egészséget, kedves bajtársak! A Galvel Gimcsine, raptorőrmester pedig szolgálatra jelentkezem. És mint ahogy láthatjátok, a mai nap folyamán a tektonikát fogjuk kipróbálni. Ugye ez a játéknak a demóját már egyszer megnéztük, viszont a játék 2023. július 18-án megjelent, és eddig nagyon pozitív fogadtatásban részesül a játék. Ugye a bolygó felszíne alatt kell úgymond egy gyárat kiépítenünk. Meg tudjuk ezt tenni egy játékos módban, illetve esetleg a barátainkkal is. Ugye a játék még korai hozzáférésben van, tehát még fognak hozzáérkezni különbözőféle dolgok, hogy, tehát mondhatni még nem végleges ugye a játék. Úgyhogy azért kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az, amit még majd bele fognak pakolni a játékban. Egyelőre most még egyedül próbálom ki a játékot, de viszont szeretném majd úgy is, hogy nekiugrunk a multival, valószínű Sancit majd megpróbálom erre a történetre befűzni, hogy jöjjön is, akkor együtt fedezzük fel a föld alatti világot. A játékot, amikor kipróbáltuk ugye a demóját, az nekem elég érdekes volt, tehát eléggé tetszett maga a koncepció, elég jól lehetett benne így felfedezgetni, tehát hogy benne volt minden ilyen is ugye a különböző technológiákat megszerezni. Ugye tehát egy ilyen survival elemet tartalmazó, bázisépítős, cifis történet, azok mindig ugye az egyik kedvenceim közé tartoztak, mint ahogy tudjátok ugye a középkori dolgok is, tehát az ilyen lovagi és egyéb dolgok. Úgyhogy meg fogjuk ezt most nézni. Gépigényét tekintve szerintem nem egy egetverő a játék, Intel Core vagy AMD Ryzen 3,5 GHz-es processzor, 16 GB RAM, talán ez egy kicsit az, ami azt mondom, hogy nagy picit talán sok, de a grafikus kártyát azt, hogy GTX 1070 vagy RX 5700-at ír a játék, és 15 GB szabad helyet, de elfut ugye a játék egy RX 560-on, 16, GTX 1650-en is 8 GB RAM mellett, és ugye egy 3 GHz-es processzorra. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy mit is tartogat számunkra a játék jelen állapotában, és hogy mennyire tudunk vele jól szórakozni. Remélem, hogy nektek is tetszeni fog, és érdeklődéssel követitek majd is a játékot, illetve hogy most, ugye ha most veszitek meg, ugye, hogy megjelent, még egy picit kedvezményt is tudtok kicsikarni, ugye 15%-ot, ami így azt jelenti, hogy 24,64 €, ugye be tudjátok zsebelni magát a gémet, és mint ahogy mondtam, ugye a magyar nyelvet egyelőre nem támogat, bízom benne, hogy valaki majd nekiugrik és lemagyarosítja, szerintem nincs benne olyan sok szöveg, de szerintem ugorjunk neki egy új játéknak, és akkor nézzük meg, hogy ez mit is tartogat számunkra. Ugye elég jól néznek ki ugye a színek, meg az ilyen különböző területek, ugye ezt már a múltkor is elég jól megállapítottam, hogy azért eléggé kis hangulatos helyek vannak a játékban, főleg amikor átmentünk ott egy ilyen kis tószerű részhez. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudunk benne most összehozni ez alatt az egy óra alatt. Warning. Structural integrity failing. Okay. Emergency resuscitation of all personnel initiated. Exit this facility and report to production terminal Lima. Jó. Your medical status is diagnostic failure. Report to medical officer for unknown. Aha, van ugye kettő toolbarunk is. Shiftet nyomva tartva 1-2-vel ugye tudunk köztük váltogatni, ugye most az 1-es az aktív. Oké. Okay. Van egy zseblámpánk. Hogy valahogy így fog kinézni majd a történet, mint ahogy itt is látjátok, tehát hogy úgy ilyen kis hát ilyen szikla rész lesz, amiből ugye ki tudjuk bányászni majd a nyersanyagot. És ugye különböző helyeken találhatunk alkatrészeket. Oké. Okay. Inventory, storage. Oké, okay, ezeket átdobtuk. A grafika picit lehetne jobb szerintem, de tehát a hangulatát viszont adja a játéknak, hogy így néz ki. Bár az is lehet, hogy állítanom kéne meg egy picit a grafikán, és akkor jobb lenne. Mondom, mindjárt kijövünk ki, és akkor meglátjátok, hogy miről is beszéltem. Azt mondja, stairs. Oké. Okay. Na, tehát hogy azért... Hello?
Your suit can't transmit a voice or ID signal, but my sensors are indicating you're out there. First things first, check in at that production terminal. I need a second set of eyes on how badly damaged it is. Tehát, hogy azért erről beszéltem, tehát, hogy azért ez eléggé mutatós számomra legalábbis, nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, mindenképpen majd úgy írjátok le kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről. Hogy shift-tel tudunk futni, görgővel ugye majd váltani a különböző... és görgővel átugrik amúgy a kettesre, jó, ez szuper. Oké. Hogy itt tudunk kibányászni. Appreciate the enthusiasm, but I want you to use a mining drill for that. And you need to check in at the production terminal before you can. Hát, hogy vannak különböző féle dolgok. Ezt átdobjuk. Egy. Ez kár, hogy nem tud lehet fölvenni. Aha. Valaki itt henyélt, ez nem dolgozott. Na, lebuktál koma. Ezért tart itt ez az egész, igen. This terminal is cooked. Mining drills were the only buildable tech I could recover. Try crafting a few with materials from some of the chests around here. Azt mondja, ilyet kell csináljunk. Csináljunk először egyet. Oké. Jól emlékszem, ezek voltak az üzemanyagok bele, úgyhogy ezeket gyors összekapkodjuk. De lehet, hogy nem jól emlékszek. Hopp, itt mi volt? Mi volt itt? Hogy ezt mutattad? Oké, elvileg úgy készen van. Task inbound. Mining drill. Must be built at an ore vein and fueled with plant matter. Igen. Oké. És akkor szépen dolgozik. De viszont akkor kell még ugye ilyen cuccot összeszedjünk. De azt hiszem lehet majd jobb üzemanyagot is csinálni, ha jól emlékszek. Most megint megcsináljuk nagyjából a tutoriát, és akkor... Utána majd folytatjuk magát a játékot, tehát egy ilyen kis sorozatot szeretnék belőle indítani. Mert nekem tényleg nagyon tetszik a magának a játéknak az elgondolása, az ilyen kis bányász dolgok meg kialakítani, egy ilyen bázis, stb. Tehát hogy ezek azért jó cuccok tudnak lenni. Mondom, kíváncsi vagyok amúgy a ti véleményetekre is, hogy ti mit gondoltok. És ugye ezt nem tudom innen elvinni, pedig jó lenne. Hogy volt múltkor. És akkor így fog nekünk bányászni. Közben meg elmegy a hangom. Oké. Egy hármat kellett volna. Aha. Oké. Semmi gond. Elnyomjuk a csapot és nyomunk le még egyet. Azaz. Aztán ledobjuk ide valahova. Erre tudjuk elvileg forgatni a masinát. Aha. És ennek van több ki meg bevezetése is. Mindegy, ezt most így tesszük le, és akkor majd meglátjuk későbbiekben, hogy ez... Mindig fel akarom húzni, nem pedig elfogni. Ezeket is szét tudjuk verni. Ezeket már nem, ez szkenner kell. De ugye ahhoz viszont először meg kell csináljuk az alapdolgokat. Addig menjünk egy kicsit bányászgatunk, vagy arra harvestelünk. Aratunk egyet, aratunk, úgyis aratási időszak van. A bioüzemanyagot bedobjuk a gépbe. Azaz. Hadd jöjjenek a cuccok.
Adjál ide mindent, adasz. Ugye E betű lenyomásán, hogy látjátok, tudjuk ezt a dolgot véghez vinni. Itt fogok dolgozni, vajon? Ja. Milyen komoly ég a fej. Aha. Jó, megvan, szerintem csinálom. Mondom, egy picit a grafika az... De jó ez nekünk. Jé, aha, itt van, hogy mi az, ami kell, és meg kell javítsuk ugye a terminált. Szedjük ki a cuccot. Igen. Itt is. Átfutunk a ugye nem sok kell, 15 és 15, ezek elég sokat össze harácsoltak már nekünk. Ugye kajálni azt nem kell, vagyis úgy vettem vissza, hogy játékban nem kell kajálni. Bár lehet, hogy ez majd még később be fog érjönni a játékba. Oké. Okay. Oké. Okay. Az igen. Good work getting that ore plugged into the terminal groundbreaker. Köszönöm szépen. You weren't on my crew. You should have been. For the next phase of repairs, you're gonna need a scanner. The tech for it unlocked automatically when you fix this thing. So, open up your crafting menu and build one. Rendben, főnök. Itt a base building, különböző materiálok, és itt a scanner. Ugye erre van szükségünk, azt mondta a néni. És ez be is... Scanner. Scan machine fragments to restore tech tree access. Csak simán kékszel. Jó. Oké, igen. Oké. Ezek mik? Van itt a smelter. Warning. Research cores required for activation of new technologies. Refer to tech tree for current core manifest. Add már ide! Le kell kraftoljuk. Ó, még lámpát is nézzétek letenni. Hm. Oké. Okay. Volt még egy ide, amit útba volt nekünk, és ezt beszeretném még szkennelni. Ebből azt hiszem már nyersanyagot kapunk, igen. Legyen meg minden. Az a biztos. Oké, erre megyünk tovább erre, mert nem azt szeretnénk mindent összeszedni. Hogy aztán ne találjak oda, meg vissza. Ezeket viszont összeszedhetjük. Oké. Ott is van egy. Jó, nyugodjál meg szépen, kérlek, kösz. Mennyit mondott? 9-et, azt hiszem.
Hetet. Hetet, nem kilencet. 3, 4, 5, 6, 7. Kraftoljuk és helyezzük el. Rendben. Mi van akkor, hogyha én ezt ide beteszem ezek mellé? Akkor mi történik? Research cores constructed. Smelter technology available for activation in tech tree. Aha. Azt mondta tech tree. Ez nem az. El volt, ez nem. T. És akkor ez alapján fogunk tudni vajon előre menni? Valószínű. Logisztika, terraformálás, azért van itt mit feloldani még, és tudomány. Azt nézzétek, tehát, hogy azért áram is van. Ez is meg, aha, jó, ez eddig jó, ez mi? Ja, gondolom ez a, hogy jövök szinte. Proceed with construction of smelter. Smelting. Úgy kell kettő, az biztos. Task inbound. Smelter. Supply with ore to produce ingots. Requires plant matter for fuel. Kell bele üzemanyag, meg ez, és akkor ők dolgoznak szépen. Üzemanyag, és ez, és akkor készülnek a izék. Jó, tehát hogy ez is megvan. Húszat? Bolond vagy? Hát annyi a világon nincs. Na mondjuk elég gyorsan gyártja, tehát hogy nincs ezzel gáz szerintem. Azt a mindenit mennyit kibányáztak. Elég gyorsan hozzák, hogy szerintem később hatalmas mennyiségű nyersanyagokra lesz szükségünk. A 250-nél több nem fér bele. Nagyon jó. A többi az marad zsebbe. Ez gondolom ez ilyen kis kezdetleges bázis lesz, tehát, hogy így bejöttünk ide, azt jól van. Ha, oké. Okay. De jó, mert rögtön összesztekkeli a cuccot, ezt tetszik viszont. Tehát, hogy abban a pillanatban összerakja. Kitesszük ide a nyersanyagot, ezek most nem kellenek, ez még majd fog kelleni, ebből meg még gyűjteni kell. Aha. Tehát hogy nem tudjuk egyből oda tenni, jó. Ez meg föld. Ezek meg lámpák. Ezt a technológiai magot, ezt nem értem. Még egyenlőre igazán. Térkép. Ez tök jó meg van csinálva ez a térkép, gyerekek. Ez kegyetlen jól néz ki. Itt ez valami másik nyersanyag lesz, látjátok? Mert ez a vas, ez nagyon jól meg van csinálva ez a térkép, ez egyszerűen lenyűgöző. Itt meg ugye a rész van, és úgy itt vannak az épületek szerintem. Hát ez a térkép, ez nagyon zsír. Oké. Ugye logisztikával még nem vagyunk előrébb, de viszont ezeket tudnánk mi is gyártani. Meg limestone, lehet, hogy az lesz ott fönt.
Ugye más nem nagyon kell csináljunk szerintem egyelőre. Várnunk, hogy elkészüljenek a nyersanyagok. Ó! Ó! 32 készen van, úgyhogy... Sőt, még több, mert van is nálunk. Na nézzük a következő szintet. Egyszer, kétszer és upgrade terminál. Terminal upgraded. New technology and crafting schematics available. Nézzük a tech tree-t. Aha, logisztikához érkeztünk. Mi ez a hang, te Jézus ereje? Mi támad meg minket? Segítség! Valakit szabadítson ki! Ez durva volt. Oké, ott tartottunk, hogy megnézzük, hogy mihez mi kell. Logisztika. Scan. Hát én már beszkenneltem kettőt, hello. Vagy ez a fejlet? Aha. Tudjuk fejleszteni ezért is. És akkor sprintet ad. Mass collect. Oké. Jó. Nézzük a tabot. Aha, itt már tudjuk is letenni a cuccokat. Ez csúcs. Úgy emlékszek, kettő, kettő. Javítsatok ki a tévedek, hogy ide is le kellett tegyünk. És úgy pakolta át a cuccot. Task inbound. Inserter. Use inserters to transfer items between machines and conveyor belts. Aha. Oké. Ide pedig befele kellene pakolnod. Meglátjuk, mennyi lesz belőle. Ebből még veszünk ki, mert ez fog kelleni bőven. Még egyet. Meg még egyet. Ah, először legyártja hozzávaló alkatrészt. Oké. Ez innen veszi ki. Aha. Király. Ez... nem fogja kivenni. És ezt lehet, hogy rossz helyre tettük. Ezt a cuccot. Föl tudom én ezt valahogy venni? Á, nem, de tudom forgatni. Ah, van, de... oké. Okay. Várja, hogy is van ez? F? Így felvettük. És ezt valahol följebb tesszük le. Mondjuk így ide. Egyelőre. És akkor... jó lenne, hogyha befele pakolnád, drága barátom. Hetes. Oké, hogy tudom visszavonni. Így. Ez miért nem? Ah, rá kell fordítani. Így.
Király. Jó lesz ez. Csak kicsit még gyakorolni kell, és jó lesz ez. Még rá kell jönni a technikájára, hogy ez hogy is működik. Új, szétrombolta a követ, nagyon kis zsír. Nem akarok rombolni, építeni akarok. Aha. És akkor ide nyomunk egy... Nem ezt, egy R betűt. Tök, hogy ilyen egyszerűen izéli. Azt mondja, nincs benne üzemanyag, bocsánat, bocsánat. Teszünk bele, ne aggódjál. Várjunk csak. Építsünk csak még egy ilyet, csak ki akarok próbálni valamit közbe. Te be fogsz pakolni, ugye? Így. Így mi történik? Miért nem megy oda cucc? Tehát, hogy miért nem... a cucc. Ez érdekes. Ez érdekes. Most nyomunk egy R betűt rá. Akkor se. Hát akkor is csak oda tolja be fel a cuccot. Így mi történik? Pakolja mind a kettő. Egy, kettő. Ah, és akkor süti folyamatosan. Jó. Ah, tehát kell bele a cucc. Tehát kell a kettő, hogy pakolja. Tehát két bányagép. És akkor úgy. És kettő ilyennek kell legyen. Jó. De akkor külön kell elhozni. Azt hittem pedig, hogy meg lehet ezt oldani, úgyhogy ne kell ilyen sok futószalagot legyártani. Így, kérlek, köszi. És akkor kellene még utószallag. Ebből is fogytunk. Jó amúgy, hogy jelzi így az irányt, tehát ez tetszik. Nincs elég futószalag. Van, és cuccunk sincs hozzá. Jó. Semmi gond. No problem. Leszünk ki. Mi kell hozzá? Vas kellett, jó. Oké, akkor még egyszer.
Your machines can only hold so much at a time before their inventories fill up and they stop working. Try building a storage container and connecting it to the rest of your operation. Jó, jó. Várjál még, barátom, mert most még gyakorlom a játékot. Ez nem, hanem innen pakol ki. Ebbe? Aha. Működik végül is. Ugyanaz a szituáció, ne? Most nem jól tettük le, mindegy. Rakottam volna erre, és későbbiekben esetleg gyorsíthatnánk a cuccon. Oké, hogy állsz? Töltünk rá egy pici üzemanyagot. Erre is. Nem tudom, visszanőttek ezek a cuccok? Azt hiszem, itt elég jól learadtam. Ezeket is le lehet szedni. Szuper. Királyság. Nagyon jó. Aha. Ez itt már azért elég jó kifogyott üzemanyag téren. Vadebetű nyomkodásokba kezdünk. Föl tudok rá mászni, tök jó. Nézzük csak. Hát azért eléggé teli vannak cuccal, úgyhogy nem lesz itt probléma szerintem. Nyersanyag utánpótlása, majd ezt meg kell egy kicsit erősíteni ezeket a dolgokat, és akkor szerintem jobb lesz a cucc. Ezeket beszkenneltem amúgy? Szerintem nem. Jó. Most már igen. Honnan le tudjuk szedni, tök jó. Oké. Ennyi már csak elég lesz. Mindent is feltöltsünk. Király. Na nézzük, mit hoztak össze. Ezek. 65. Van kettő. Na, öt darab van benne csak. Meg itt raktam ki cuccot. Jó, kezdjük el bepakolni, ami olyan. Ebből kettő, meg azt hiszem ebből is kettő kell. Nem, négy kell. Jó, hát az viszont kell még nyersanyag.
Azt mondja, kettő. Elég sok nyersanyag kell még így, haló. Elég jól meg lehetne még tuningolni. Tehát még le tudnánk tenni egyet szerintem. Meg itt is ugyanazt a szitut el tudnánk játszani. És 42 darab van csak. Vas nincs elég. Oké, így meg lesz az összes, és akkor tudunk egyet fejlődni. Azt mondja, megvan. 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 És akkor upgrade. Ez nagyon komoly ez a izé. Beacons are back online. Inspect the radio console right next to the screen. It'll start beeping and blinking in 3, 2, 1. Van. Toolbelt 2. Már ezt kell szkennelni. Elektronika. Energia. Mi ez a hülye hang? Anya. Ah. Signal triangulated. New location added to HUD. Life sign. Access to all local facilities should be restored, including the one I've been stuck in this entire time. I've set an unlock code to the door. I've got some tech you're gonna like, and I know you wouldn't dream of leaving without me anyways. Sending that signal was more complicated than you think. I don't know why, but these computers feel like second nature now. Sort of the opposite of what I remember being like. I'd be the one to get you out of a situation like this, instead of the other way around. But I'm not giving up. That's how I know it's still me in here. You'll see. Na jól néz ki, tudod, a kis bázis. Nincs ezzel gond. Ilyen izéket tudunk majd mi is építeni, tehát mint ahogy ezt látjátok. Tehát ilyenné lehet alakítani majd itt az egész cuccot, tehát így le tudunk majd menni, ilyen hatalmas bázisokat tudunk összehozni. Tudomásom szerint, tehát hogy ez a idézőjelben egy ilyen bemutatása a játéknak, hogy így fog kinézni. És reméljük, hogy a végén nem így fogunk kinézni. What? You've never seen someone stuck inside an alien cube next to their own dead body before? Whatever I was trying to do here. I'm gonna take a wild guess and say it didn't work out. Hopefully, it was worth a shot. Let's go. Milyen let's go? Hova menjek? Bolond vagy? Nincs más, amit el tudunk innen csaklizni. Stop. Scan the fragment in that cage by the stairs before we go. We'll need that tech to get out of the sector. Upgrade module scanned. Additional tech tiers or cores may be required. Open tech tree to review. Hogy nem kibács? Stop! Oké. Más nincs. Yeah. Activating key technology. Local signal deciphered. Sector headquarters. Report to production terminal radio for triangulation. Uh-huh. Assembler. Ez összeszerelő, azt hiszem. Long. Ugye a generátorok.
Ugye ezt kellene megcsináljuk. Sounds like the terminal is fully rebooted. Check the radio console again and see if the beacon it adds to your HUD gives us a clear path home. Signal triangulated. New location added to HUD. Production terminal Victor. Breaker, this is the time to activate the mole in your tech tree and build one. We won't be able to cut through to Sector Victor without it. És akkor most vittünk még egy ilyen magot. Azt hiszem, hogy 7 kellett hozzá. És akkor tudjuk megépíteni, kikutatni ezt. Ah, viszont ez kell egy további cucc. Manipulates terrain for traversal and composition of industrial construction sites. Equipmentnél lesz. Így van. Bulletin. This mall is not authorized to destroy resources, critical infrastructure, or protected environmental areas. Ugye ezzel tudunk bányászni, úgymond. Tehát kiásni dolgokat. Beam. I never got the chance to thank you for getting me out of that facility. I appreciate it. At the time, it seemed like the best thing to do was focus on work and not get caught up in thinking about anything else. Nézzünk egy térképet, ez hogy is van? Nem is tudunk kijebb zoomolni. Ugye most átástunk onnan ide. És szerintem oda kéne valahogy átjussunk. És akkor valahol itt lesz a cucc. Ott volt a bázis. Ott is van egy kis vas talán, meg valami gödör. Látjátok, ott van valami akna. De ez nagyon jó ez a térkép, amúgy ez nagyon ötletes. I tried to stay sharp for both of us, but now that we're almost back to the main line, I'll admit it. I was terrified. It'll be good to see some friendly faces. And a few thousand twinkling lights. I'm sure you've got people there too. Huh? Aki átjutottunk a másikba, és akkor szerintem itt is ásni kell. Hagyjuk ülni egy picit. És akkor kijutottunk, nagyon jó. Oda nézzetek. I don't understand. A factory the size of a city is supposed to be here. It was right here. I know it was. Where is everybody? Ezeket le tudjuk szkennelni szerintem. Aha. Ezek már más növények.
Ezeket is letudjuk, szuper. Jól néz ki azért, tehát hogy itt vagyunk most már. Úgyhogy innen fogjuk srácok szerintem folytatni, hogy átjutottunk ide. Mindenképpen írjátok le a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszik a játék. Mit gondoltok róla? Szerintem hangulatos. Úszni úgy látom nem kell. Ahogy nézem. Úgyhogy ja, innen fogjuk majd folytatni mindenképpen. Ott van valami, azt szerintem az összeszerelő lesz. Meg amúgy a túloldalon is van. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Remélem, hogy nem egyedül. És akkor várok vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek. Halljeli, sziasztok!